KBG Podcast Egyfest kiadás, azaz az Egykeszt. Szia, kedves hallgató! A KBG Podcast Egyfest kiadását hallgatod, vagyis az Egykesztet. Ha azt mondom, hogy mondj egy híres magyar DJ-t, akkor 10-ből 9 ember biztosan az adás vendégének a nevét fogja mondani. A magyar DJ legenda, a lemezlovasok atya, DJ Palotai on the stage. Jó, forgunk akkor. Menjünk. Szervusz. Palotai Zsolt előttem a mikrofon előtt. DJ Palotai, ugye? Nyilván. Az jutott nekem először eszembe, amikor megtudtam, hogy veled beszélgettek, hogy van egy DJ-nek, vagy neked van valamilyen rituáléd a bulid előtt? Szoktál valamit csinálni, ami hogyha elmarad, akkor úgy nem esik jól a buli? Nem. Nem vagy ilyen rituális fajta? Soha nem is volt ilyen? Soha. Te az a fajta vagy, aki ül még az asztalnál, aztán felpattan és nyomja a bulit? Körülbelül, igen? Bocsi, csak egy picit még a mikrofont azért. Igen, hogy nyugodtan húz magadhoz. Ez az. Körülbelül, igen. Uh-huh. Nem. Vagy én nem tudok róla. De nincs. Nincs ilyen. Hát igazából az, hogy a színpadon amennyit látnak, az körülbelül a 20%-a annak, amit különben azért csinálok. Ja, tehát, nyilván. Hogy napi 8-9 órát minimum kutatással foglalkozom, és most a helyzet az már annyira durva, hogy csak a rádióműsoromat, hogy összeszedjem a heti 3 órát, szerda 1, szombat 2, hogy találjak annyi zenét, ahhoz ma hát 3-4-szer több időt kell eltöltenem. Hogy gyűjtesz? Hogy gyűjtök? Hát csak az e-mailjeim az napi másfél óra. De hogy küldik neked, vagy erre gondolsz? Igen. Hát tehát ilyen promóirodák. Rengeteg meg... promót kapsz, tehát rengeteg promózene jön be hozzád, amiből aztán azt mondod, hogy na ezzel én foglalkoznék, vagy érdekel? Igen, és azt is csak úgy tudom letölteni, hogy meghallgatom, írok róla, visszaküldöm, és akkor tudom letölteni. Aha. Tehát nagyon sokat kell hallgassam. Uh-huh. Mi fog meg először, vagy mi az, ami alapján azt mondod, mitől jó szerinted ez a zene? Hát azért nekem annyiból nehezebb dolgom van, hogy 33 éve ezt csinálom, tehát felhalmozódott. Neked már nehéz újat mutatni? Igen. Uh-huh. Vagy olyat, ami valamennyire karakteresebb a többitől, vagy egyszerűen csak azt érzem, hogy ez jó. Uh-huh. És hát ez sokkal nehezebb, mint annak, aki most veti bele magát, és neki minden új. Mi kell ahhoz, hogy Palotai pörgesse a zenémet? Vagy bárkinek a zenéjét? Tehát mit kell érezned ehhez? Hát nehéz megmondani, de mondom, hogy valami megfogjon benne, vagy legyen benne valami olyasmi, ami másban nincs. Ilyen libabőrös érzeteket keresel ilyenkor benne? Tehát, hogy nem tudom, ilyen libabőrös legyél, amikor hallod azt a zenét? Igen, de több fokozat van itt is. Tehát, hogy először meghallom mondjuk amit küldenek, akkor berakom a gépbe, berakom, hogy lejátszom, és amikor lejátszom, akkor nagyon sokszor azt érzem, hogy ez nem is az a zene. Mert ha itt külön meghallgatsz egy zenét, és ahhoz képest, hogy benne van egy mixbe, tehát más zenékkel együtt, akkor teljesen megváltoztatnak a hangsúlyok, amit elsőre, hogyha csak úgy meghallgatod a zenét, nem is veszel észre.
De volt olyan is, hogy gondoltam, hogy hú, ez biztos, hogy szuper lesz, aztán lejátszottam, és... A buli nem adta azt az olyan. És semmi. Uh-huh. És van úgy, hogy szinte fel se ismerem azt a zenét, amit otthon meghallgattam és lejátszottam, hogy az mit tud. Tehát, hogy olyan környezetbe kerül, ami teljesen megváltoztatja magát a zenét. Mert nem mindegy, hogy mi van előtte, mi van utána. Olyan lehet, hogy neked nagyon az volt, de a közönséged egyáltalán nem veszi? Hogyne. Olyannal sokszor találkoztál? Hogyne. Hát figyelj, hogyha azért két karakteres különbség van mondjuk a régmúlt meg a most között, hogy régen nagyon sokan azért jöttek el egy buliba, hogy mutassak valami olyat, amit még nem hallottak. Ja, mert akkor még egy ilyen adatközlő voltál, ugye? Tehát, hogy igen. Nagyon kevesen jutottak zenéhez. Igen, főleg a időben. Tehát, hogyha én megkapok egy zenét 2-3 hónappal a megjelenés előtt, uh-huh. akkor azt nyilván még nem hallották. És ez teljesen megváltozott onnantól, hogy tulajdonképpen a közönség vett át az irányítást. És ha nem azt kapják, amit várnak, akkor azt szoktam mondani, hogy a megfelelő helyen, a megfelelő időben a megfelelő zenét kell lejátszani. És mit tudok kezdeni az adott helyen, az adott közönséggel. Szóval ez teljesen megváltozott. Beszélj, az, hogy én mit akarok, az igazából már nem sokat jelent. Uh-huh. Mert van egy elvárása a közönségnek, hogy ha téged hallgatnak, akkor mit várnak. De ez persze bulitól is függ, mert nyilván egy house buliba nem nagyon lehet más játszani, csak house-t. Viszont ami a nehezebb dolog, és mert ugye, hogyha valaki hip-hopot szereti, és elmegy egy hip-hop buliba, valószínű jól fogja magát érezni. Uh-huh. De egy olyan zenével buliztatni az embert, amit nem is szeret, sőt, utálja, na az már kihívás. Hát emlékszem, amikor utoljára volt a Rewind a Korvintetőn, akkor odajött hozzám egy fiú, és buli után, és mondta, hogy hát ő köszöni az elmúlt 5 évet, mert hogy ő csak 5 éve volt jelen ezeken a bulikon. És akkor kérdeztem tőle, hogy de hogy kerültél oda? És mondta, hogy Miskolcról jött, és a haverjai szóltak, hogy gyere el velünk egy buliba. És akkor fölhozták a Korvintetőre, Riványra, és azt mondja, hogy én akkor ilyen nagyon durva dubstepeket játszottam, amit ő gyűlölt. 2 hónapig. És 2 hónap után rájött, hogy basszus, ez jó. Hogy mondta neki, hogy én meg köszönöm, hogy adtál nekem 2 hónapot. Opa, bocsánat, itt mindjárt szétverem a technikát. Igen, adtál 2 hogy, hónapot? Hogy köszönöm, hogy adtál nekem 2 hónapot, mert ma már nem adnak egy bulit se. Sőt, egy zenét se. Tehát, hogyha én rosszkor rakom fel azt a zenét, nem a megfelelő pillanatban, akkor egyszerűen kimennek az emberek. Főleg egy fesztiválon, ahol átmennek egy másik színpadra, tehát nagy a jövés-menés, és egy zenével el lehet csúszni teljesen. Tönkre mehet az egész bulid miatt. Na most gondold el, ez a fiú adott nekem 2 hónapot. És olyan zenével zenét szeretettem meg vele, ami gyűlölt. Te alapvetően milyen arcnak tartod magad? Ugye azt mondtad, hogy akkoriban dubstepet nyomtam. Te amúgy, ha saját magadnak kellene egy bulit csinálnod, úgyhogy te állsz a pult előtt, akkor mit hallanál szívesen? Hát nekem azért annyival könnyebb a helyzetem, hogy van 2 rádióműsorom, és ugye ott nincs zavaró körülmény, tehát nincs közönség, vagy hát nem látom, hogy kikapcsolják. Ez jó, milyen? Ez zavaró körülmény a közönség? Van úgy, igen. Van úgy, igen. És hát ott azt csinálok, amit akarok.
Uh-huh. Egy buliban nem feltétlenül. Tehát akkor, amit a rádióban hallunk, az nagyjából az, amit te szeretsz. Tehát az a te igazán, az a te stílusod. Hát még ezt sem mondanám, mert ugye én mindenevő vagyok, tehát nem sok zene van, amit nem hallgatok meg, és azért ebből a szempontból könnyebb dolgom van még a rádióban is, mert van olyan műsor, hogy olyat legközelebb 3-4 hónap múlva tudok csinálni. Mert egyszerűen annyi idő alatt gyűlik össze annyi zene abból a stílusból, hogy az kitölt egy órát. De amikor egy új zenét hallasz, akkor már hallod a helyét egy setben? Az a durva, hogy én otthon soha nem gyakorlok. Tehát még a rádióműsorhoz se, így körülbelül összerakom, hogy mit szeretnék játszani, de a sorrend az mindig ott derül ki. Ja, tehát akkor nem az van, hogy hallasz egy új dalt, és azt mondod, hogy hú, ez nagyon jól menne mondjuk ebbe a környezetébe, mondjuk ilyen, ezzel a két dallal, tehát hogy nem hallod egyből a helyét? Hát de, az, mondom, amikor összerakom a rádióműsorhoz, hogy mit fogok játszani, vagy hogy miből, tehát mondjuk elviszek 40 zenét egy órára, ugye abból maradt körülbelül 13-15, de hogy pontosan mi a helye, ez csak akkor derül ki. Amikor ott vagy. Amikor lejátszom az előző zenét, és hogy ahhoz mit találok, ami passzol. De előre én ezt nem tudom. Jumbo Daddy az Ári Mafiából azt mondta, hogy nagy varázslója vagy ennek a műfajnak, mivel hogy mindig egy kicsit előtte jártál a trendnek. Mindig láttad, hogy mi jön, és azt kezdted el játszani. Te régen kezdted el, akkor még nem nagyon beszéltünk dubstepekről, nem beszéltünk azokról a műfajokról, amik ma vagy akár egy pár éve futottak, vagy futnak. Te amikor milyennek láttad magad, amikor fiatal DJ voltál? Milyennek láttad magad, amikor elkezdted az egészet? Mit szerettél akkor? És hogy tudtál igazodni az új trendekhez? Hát az elég nehéz pillanat volt, amikor bejött az elektronikus zene. Mert a Tilosozába kezdtem el játszani 89-ben, és 92-ig voltam ott, és aztán jött a rádió, és a kettőt együtt 3 hónapig tudtam csinálni, éjszaka a klubot, napközben meg a rádiót, és egész egyszerűen fizikailag lehetetlen volt, és én inkább a rádiót választottam, mert hát figyelj, Tilosozába az első évben minden nap játszottam. Tulajdonképpen csak nekem volt annyi zeném, hogy egy klubba lehetett játszani, és akkor tényleg mindenfélét játszottam, punktól kezdve reggae, dub, afro, felakuti, clash, mindenfélét, népzenét, mindent. És amikor jött be az elektronikus zene, akkor nagyon nehéz volt ezt a két dolgot összeegyeztetni, hogy hát ez teljesen más világ volt, ami aztán lett. És emlékszem, hogy az elején nem is nagyon tetszett az elektronikus zene, onnantól kezdett tetszeni, amikor mondjuk megtaláltam a Movax kiadót, és jöttek bele élő hangszerek. Most csúnya szóval azt mondanám, hogy jött bele a zene, és... ez jó, amikor ezt a DJ mondja, hogy amikor jött bele a zene, igen. Igen, a drum and bass-el ugyanígy volt, hogy amikor jöttek a bukemék, és jöttek ezek a finomabb dallamok, akkor kinyitotta a horizontot. És nagyon nehéz volt összeegyeztetni ezt a kettőt, hogy felakuti után hogy játszom egy technót. Aha. Úgyhogy ez voltak ilyen idegenkedő buliaid, amikor így a közönség, amikor elkezdted ezeket így belevegyítgetni a bulikba, olyan furán néztek? Hogy nem igazán, mit keres ez itt? Figyelj, akkor teljesen más volt az attitűd a közönségnek. Sokan nyitottabb volt a közönség a zenére? Mindenre. Hát én emlékszem, hogy az első bulik azok egy koncertek után voltak az FMK-ban, mondjuk a Korai Öröm koncert után,
és akkor odahoztak nekem egy rendes lemezjátszót, egy MK2-est, és a másik oldalon pedig egy hifi toronynak a tetején a lemezjátszó. Aha. És hát, hogy így, hát hogy lehet így játszani? És ilyen automata volt a kar, tehát akkor meglökték a pultot. Akkor ugrott. Akkor elemelkedett a kar, és visszament a helyére. És akkor kiabáltak az emberek, hogy nem baj, bázzenek, nyomjad, belefér. Jó, a más. Ilyet más. Ma nem tudsz elképzelni, hogy csak egy technikai malőr van, és... Már leáll a buli, mert hazamegy, mert nem tetszett neki. Igen, nehezebb ma. Szóval egész más volt. Milyen habitusú kezdő DJ voltál? Nem is gondoltam magam DJ-nek, mert... Mikortól mondtad azt, hogy akkor te egy DJ vagy? Hát mondjuk... Nem is volt DJ nevem. Tehát én Palotai Zsolt voltam a Tilosozából. Uh-huh. És emlékszem az első bulikra, amikre hívtak, én utána évekig nem játszottam csak a rádióban. Uh-huh. Tehát az első bulik, amikre hívtak, az ilyen 94-95 körül, a Tituszék, meg a Tádé, és akkor nekik az volt a nevük, hogy DJ Titusz, meg DJ Tadeusz. És ilyen acid partikat szerveztek, és kérdezték, hogy mit írjanak ki. Hogy én ki vagyok. És akkor mivel apám oldaláról szlovákok meg lengyelek vagyunk, ezért apám Békés Csabai Tótok voltak, úgyhogy az én nevem az DJ Totusz lett. Titusz, Tadeusz, Totusz. Ez így ilyen 3-4 bulin így volt, aztán mondtam, hogy na jó, ezt felejtsük el. És onnantól lettem DJ Palotai, de vannak ilyen szórólapok. De én most nem a nevedre gondolok, hanem hogy ugye azt mondtad, hogy az elején nem gondoltad magad DJ-nek, vagy nem tartottad magad DJ-nek. Mikortól tartottad magad már DJ-nek? Igazából most sem. Most sem? Tehát, hogyha én magamról mit gondolok, akkor legkevésbé tartom magam művésznek, vagy DJ-nek, leginkább médiumnak. Tehát nagyon sok példát tudnék mondani, hogy miért gondolom én ezt. És igazából rajtam átfolyik a valóság, és a személyiségem keresztül próbálom ezt értelmezni. De a legtöbb esetben, hogyha mondanék ilyen példákat, akkor tulajdonképpen én nem is tudtam róla, hogy mit csinálok. És ez leginkább születésnapokhoz kötődik, hogy mondjak példát, a lányom születésnapja, apám születésnapja, anyám születésnapja. Ezek mind olyan meghatározó élmények, egy-egy születésnap. Tehát a lányom, ahogy született, az ugye Párizsban született, mert francia feleségem oda ment szülni, hogy értse az orvosok nyelvét. És mindig azt mondta előtte, hogy még nem volt gyerekünk, hogy biztos, hogyha lesz gyerekünk, és szülni fog, akkor én valahol játszani fogok. És akkor ő majd oda telefonál, és milyen jó lesz az embereknek, akik a buliban vannak, hogy én a buliban, született egy lányom. Buliban tudom meg, hogy született egy lányom. És meg is volt a jegyem, hogy körülbelül az időpontra, hogy be volt lőve, hogy mikor fog szülni. De előtte volt az első dzsungel buli a fővárosi nagy cirkuszba, ahol egyedül játszottam egész este, mert hát akkor körülbelül nekem volt annyi lemezem, hogy egy teljes bulit. Le tudtál nyomni. De emlékszem, hogy minden lemeznek a B oldalát is lejátszottam, hogy elég zene legyen. Beleférjen, aha. És én este 10-kor kezdtem el játszani, és reggel 7-ig tartott volna a buli, de reggel 5-kor jött a cirkuszigazgató, hogy most azonnal vége kell legyen a bulinak, mert 10-kor van egy előadás, és az állatok nem tudtak aludni, kiskacsák. és hogyha most nem lesz vége a bulinak, akkor nincs előadás, mert hát lehetetlen. Fáradt állatokkal nem lehet. Nem lehet. Uh-huh.
És akkor mondtam neki, hogy nem tudok mit csinálni, nézze meg, mi van itt. Elment. És visszajött 2 perc múlva, nem szólt semmit, kiúszta az áramot, és vége lett a bulinak. Na most én utána visszamentem a rádióba, és azonnal hívtam a feleségemet, mert előző nap is már bement, de hazaküldték, hogy ez még semmi, és tárcsáztam, nem vette föl senki, és így folyamatosan tárcsáztam, és ott elaludtam a fotelba. És délbe ébresztett a Laki, hogy aki a színetipet csinálta később. A Zsolt, ébredjél, megszületett a lányod, és így meg úgy, meg amúgy. És akkor utána összeraktuk a történetet, és kiderült, hogy a feleségem este 10-kor ment be a kórházba, akkor, amikor én elkezdtem játszani Budapesten, aha, és a lányunk születési időpontja az 5 óra 1 perc, amikor Budapesten kihúztam. Aha. Tehát én akkor, amikor benne voltam és csináltam a bulit, én ezt nem tudtam. Csak utána, ahogy összerakod, akkor derül ki, hogy hát basszus, ez nagyon durva. De a másik ilyen az szeptember 11, az apám születésnapja, és nekem aznap nem volt, ez egy szerdai nap volt, aznap nem volt rádióműsorom, de ne kérdezz miért, összeszedtem pár lemezt, bementem a rádióba, és valakinek a műsorába játszottam 1,5 órát, és az utolsó óra föl van véve. És végeztem, fogtam egy taxit, hazamentem, és hallom a rádióban, hogy valami gáz van New Yorkba, bekapcsoltam a tévét, és a második repülőt láttam beleszállni a tornyokba. És persze utána én el is felejtettem, hogy a rádióban voltam, tehát figyeltem egész nap, hogy mi történik. És rá egy hétre megtaláltam a minidisket, ami föl van véve a műsor. Milyen jó hangzik ez, és, minidisket, igen. És mivel én nem előre rakom össze a műsort, mindig utána csinálom meg, hogy mit játszottam, a playlistet, és ahogy írtam a zenéket, hogy mit játszottam, kiderült, hogy hát lejátszottam a történetet, hogy mi fog történni. Én 1/4 órával az első becsapódás előtt hagytam abba a műsort. És a kulcslemez az Masszív Attack, Karma Koma, de nem az eredetit játszottam, és hogy miért fontos, hogy én Budapesten magyarként csináltam meg ezt a műsort, mert egy olasz zenekarnak a remixet játszottam, az Alma Megretta. Alma ugye az Big Apple, az New York. Uh-huh. Hát ott a történet. És minden egyes szám kapcsolódik a történethez. És amikor ezt így realizáltam, hogy basszus, hát egyszer, még most is libabőrös vagyok, hogy ilyen egyáltalán megtörténik, és hogy nem csak velem történt meg, hanem nekünk egy jó barátunk, a Bertrand, aki a legnépszerűbb francia rockzenekarnak az énekese, a Noir Désirnek, és a Bertrandék már 3 éve nem csináltak semmit, mármint nagy lemezt, és tehát 1 évvel előtte vették fel ezt az anyagot, ami szeptember 11-én jelent meg. Tehát aznap jelent meg, amikor a tornyok ledőltek. Túl sok a véletlen. És a borítóját egy magyar képzőművész csinálta, a Franyó. Ha azt megnézed, már ez is arról a napról szól, de van egy szám, a Grand Incendi, a nagy tűz, ahol a Bertrand megénekli ezt a napot. Ég Babylon, ég New York, ég minden. És akkor kérdeztem tőle, hogy Bertrand, hol írtad ezt a számot? Mert az egyik felét a nagy lemeznek Dél-Franciaországba vették fel a stúdióba, de a másik felét azt New Yorkba. És mondta, hogy New Yorkban, ott voltak a stúdióban, elege lett mindenből, elment sétálni a városba éjszaka, visszament a város a stúdióba, és megírta ezt a számot. 1 évvel előtte. Csak aznap jelent meg.
Tehát akkor innen tartod azt, hogy, hogy te egy zenei médium vagy ebben? Mindenképpen. És akkor megmutattam ezt a Hartobágyi Laci barátomnak, a zeneszerzőnek, hogy ez hogy lehet. És akkor mondta, hogy de Zsolt, teljesen normális. Te, amit csinálsz, az a mostról szól. Hát ki, hanem te tudod, hogy mi van. Hát akkor Jumbo nem tévedett olyan nagyot, hogy egy kicsit ilyen a trend előtt jársz. Hát inkább mondom, azt mondanám, hogy a jelenben, tehát a most, mindig a mostról szól. Uh-huh. Tehát ha nem erről szólt volna, akkor soha nem játszottam volna 90-es évek elején drum and bass-t, uh-huh. nem játszottam volna dubstepet, még senki, trappet, még senki. Kaptam is érte, ne félj, a dubstepért is, meg a trappért is. Uh-huh. Mert ugye, akik szeretnek, azok azt szeretnék, hogy te olyan maradj, mint amikor megszerettek. Tehát, hogyha én változom, akkor azt is mondhatnám, hogy a legnagyobb gátja az, hogy megújuljon egy zenész, az a saját közönsége. De nehéz ügy. Hát így egyensúlyba kell tartani a múltat, meg a jelent. Persze volt olyan időszak, amikor egyáltalán nem foglalkoztam a múlttal, tehát az, hogy mi volt. Uh-huh. De aztán rájöttem, hogy hát ez a régi közönségemben szemben nem szép dolog. Úgyhogy mostanában sokat játszom régi zenét is. Meg hát igazából akkor nyúlnak mindig vissza a múlthoz a művészek, amikor nincs mit mondani. Akkor jön a retro. És most... És most a retrót éljük most nagyon. Most basszus. Így van. Igen. Amikor nincs mit mondani. De ez miért van? Vagy ez miért? Miért van ez így? Aha. Nem miért tudom. Nincs, amit mondani? Hát lenne mit mondani, csak azok nagyon csúnya dolgok. Mi vár ránk? Uh-huh. És én azt látom, hogy mintha homokba tugná az emberiség a fejét. Uh-huh. Nem, mint ha nem bennénk tudomásul, hogy mi már a gyerekeinkre. Uh-huh. Az én lányom már megmondta, hogy unokára ne számítsunk. Uh-huh. Hát érted, ez lesz az első olyan generáció, akik nagyon komolyan elgondolkoznak, hogy mi várna a gyerekükre? Mi vár a mi gyerekeinkre? Mi vár ránk? Ez érdekes, amit mondasz, mert ugye te nyilván minden időszakban azért rettenetesen figyeltél a fiatalokra, pláne azért, mert a buliaidon is nagyon sok jelent meg. Sőt, volt egy, tehát én azt gondolom, amennyire ismerlek, vagy amennyire láttalak, hogy benned is van egy ilyen jó tinédzser-szerű lázadás folyton. Persze, hát a legszerencsésebb, hogyha mindig gyerek marad az ember. Ezért is érdekes, amit mondasz, tehát, hogy elég közel állsz a tinédzserekhez emiatt is. Meg nyilván a buliaidon is rengeteget látod őket. Hát sőt, megmondom neked őszintén, hogy mostanában elég sok ilyen privát buliba vagyok, születésnap, esküvő, és ahol vannak gyerekek, ők az elsők, akik, de hát Csíkszeredában, uh-huh. egy hónapja. A nyáron fesztivál, igen. Hát ott az elején csak a gyerekek mozogtak. De azok viszont ezerrel. Aha. És voltam egy ilyen születésnapon a Balatonon, volt 60 ember, abból 30 gyerek volt, de ilyen 4-től 11-12. Tehát még csak nem is azt mondanám, hogy kamaszok, hanem tényleg gyerekek. Fél, azok az első pillanattól kezdve úgy beleálltak bulizni, olyan energiák, hogy a szülők körbeállták őket, és nem hitték el, hogy... De Palotai Zsolt ilyenkor elkezdi figyelni a gyerekeket, és elkezd nekik játszani? Nem. 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 Uh-huh. Nem, én azt játszottam, amit gondoltam, hogy amit igazából ilyen bulikon érted, azért hívnak oda, mert engem szeretnek. Tehát nyilván ilyenkor könnyebb helyzetben vagyok, mert tudom, hogy nem elvárás. Szinte bármit csinálhatok. Aha, nincs elvárás. És a gyerekek igazából a felnőtt zenére bulisztak úgy, hogy mondom, a szülők nem hitték el, és mondtam is nekik, hogy ti már nem tudtok bulizni, mert ezek tehát 9 órát játszottam ott, és volt olyan gyerek, aki még reggel 3-kor is ropta.
Sőt, volt olyan is, akit elvittek aludni, és egy óra múlva visszajött, kiszállt az ágyból, láttam a fején, hogy az még az ágyban van, de nem bírta kihagyni. De a bugi már benne volt. Igen, és akkor persze sorba álltak, mindenkire föl kellett rakjam a fejhallgatót, melyik gombot kell megnyomni. Ja, egy attrakció is, hogy így nyilván gyerekeknek. Szóval a gyerekek azok kiérdezőnek. Milyen az állapota ma a magyar DJ közegnek? Hogy látod? Hát mondanék erről egy történetet, hogy mond. Nem most, ilyen 15 éve elhívtak egy egyetemi buliba, és mondták, hogy nem baj, hogy Niki Bellucci játszik előttem. Hát ő volt az első ilyen női DJ, aki villantott. Igen, igen. És mondom, engem nem érdekel, mindegy. Jó, hát akkor mennyi pénz? Hát mondom, annyi, amennyi neki. Így megállt a levegő a telefonba. Mondták, hogy az nem megy. Mondom, akkor 75%? Nem, az is sok. Mondom, a fele? Hát mondom, akkor inkább hagyjuk. De mondom, hogyha a fütyibe féderezek, akkor... akkor kifizetitek. Aha. Jöhet a gázsi? Aha. Hát... Nehéz ügy. Ez sokat elmond nyilván, ez a válasz nekem már szinte elég is. De igen, mondd, fejtsd ki ezt nyugodtan. De igazából ma már mindenki DJ. Hát a szoftver helyettesíti a munkát. Tehát én emlékszem azokra a pillanatokra, amikor készült olyan felvétel a DJ pultból, hogy a DJ úgy csinált csak, mintha játszana, de egy mix ment. Hát még fejhallgató se volt rajta. Ne. És aztán rájöttem, hogy miért az van most, ami van, hogy ugye ezek az emberek, igazából DJ-k már nincsenek, tehát mi csak producerek vannak. De te sem tartod magad annak. Jó, hát én abból a szempontból annak tartom magam, hogy én nem csinálok zenét. Tehát nem írok zenét, én csak játszom. Na most ilyet te már nem találsz. Vagy valaki írja neki a zenét, és az ő neve alatt jelenik meg, úgyhogy bent sincs a stúdióba, de tulajdonképpen szerzett zene nélkül, hát úgy mondanám, hogy ma csak az mondhat verset, aki maga írja. Mi lenne a színészekkel? Mondd meg. Szóval, még a nemzetközi mezőnyben sem nagyon tudsz mondani olyan fellépőt, aki csak játszik. Nincs. Esélyed nincs betörni a piacra. Úgyhogy nem ír zenét. Úgyhogy nem ír zenét. Vagy valaki nem ír neked zenét a te neved alatt. Mert azért ilyenből is van jó pár. Igazából ezt úgy szokták megoldani, hogy nem egyedül van, hanem vannak ketten-hárman, mint például a Beatmenék, meg a Fruzsi, hogy az egyik megy, játszik, a másik otthon ül a stúdióba és írja a zenét. Stanton Warriors, Pendulum. Szóval tímek vannak, és akkor amíg egyedül volt egy ilyen ember, akinek el kellett menni játszani, de igazából olyan stúdióban van otthon, és inkább szívesebben írja ott a zenét, és nem elmenni egy buliba játszani, csak azért, mert abból van a pénz a fellépésből, nem pedig a zeneeladásból. Onnantól ez teljesen megváltozott. Tehát olyan emberek kerültek be a pultba, akiknek közünk nincs ehhez az egészhez, hát ez két külön dolog. Megírni egy zenét, meg lejátszani. És onnantól ez teljesen megváltozott. Van érzel különbséget mondjuk egy erdélyi buli és egy magyarországi buli között? Hát nekem rögtön az első nagyon furcsa volt, mert ugye mi 89 előtt ide... Már jártál itt egyébként. Havonta igen. Jártunk ide hozni mindent, amit csak tudtunk, gyógyszer, könyv, bármi. És aztán, amikor Nikolaj meghalt, akkor utána
2000-ig, tehát majdnem 10 évig nem voltam itt. Mert ugye hát akkor én elkezdtem játszani, és az első hely, ahol hívtak, Temesvárra románok. Ja. És az egészen meglepett, hogy basszus, hát miért a románok hívnak engem? A mai napig hívnak egyébként. Most is idén az első bulim az... De hát egy DJ-nél nincsen náció, vagy van? Hogy? Egy DJ-nek van náció? Tehát a, zene, hát a, zene, azért, a zenénél az... multikultív dolog nincs a világon. Igen, de azért Erdélybe gondoltam, hogy legelőször magyarok fognak hívni, és nem, románok hívtak Temesvárra. Mondjuk Temesvár az talán a legkomplexebb város Romániában. Egy nagyon erős kulturális város igen, is, igen. Tehát nagyon gazdaságilag is nagyon toppon van. Hát nem véletlenül a forradalom is ott indult. Úgyhogy meg sok egyetemista van, tehát azért az egy más közeg. És ez furcsa volt, hogy románok hívnak, és az első buliban emlékszem, hogy hát jöttek innen is, mindenhonnan, vonattal, kocsival, magyar Lászlókkal. és akkor onnantól hívtak Kolozsvár, Vásárhely, Csíkszereda, és onnantól aztán beindult. De hogy nagyon furcsa volt, hogy nem Kolozsvárra hívtak, hanem románok Temesvárra. De hát azóta nyilván rengeteg bulit csináltál itt. Mármint, hogy Erdélyben, úgy értem. Igen, de az egyik legdurvább élményem is itt volt sajnos. Meséld el. Csíkszeredában. Akkor megoperálták a térdemet, mert ugye én sportoltam 25 évig, és hát az megviselte a ízületeimet, meg mindent, és meg kellett operálni a térdemet, és ezzel az operált érdemmel jöttem Csíkszeredába, valami stranton egy ilyen faházban, nem tudom, tehát így van furcsa hely volt. És ahogy léptem fel a színpadra, tök sötét volt, az egyik lépcső hiányzott. És beleléptem ebbe a gödörbe. Hát figyelj, pár másodperc alatt ekkorára dagadt a térdem, kértem jeget, és így játszottam 2 órát, de az utolsó órát úgy játszottam, hogy kiabáltam folyton, hogy segítsen valaki, mert nem tudom tovább. Nem jött senki. És aztán 2 óra múlva lehúztam az elejét, mondtam, hogy itt ennyi volt. Úgy vittek ki a hátukon a biztonságiak, tehát nem tudtam lábra állni. És ha másnap én mondtam, akkor Bukarestbe repültem, és onnan hoztak kocsival Csíkba. Hát ez egy 5 órás út volt. És mondtam nekik, hogy ne vigyenek Bukarestbe, mert nem fog tudni felszállni a gépre, mert nem tudok menni. De azt nem mondtam nekik, hogy vigyenek el Pestre kocsival, hanem annyit mondtam, hogy vigyenek el a határa. És akkor mondták, hogy hát az összes erdélyi vicc arcomba szállt. Mondták, hogy ők még arra nem jártak, úgyhogy arra nem megyünk. De mondtam nekik, hogy de én voltam már arra, tudom az utat, menjünk nyugodtan. Nem. Mondom, akkor Kolozsvár jó. Kolozsvár jó, ott már voltak, azt tudják, és akkor jó, menjünk oda. Ez mikor történt amúgy? Körülbelül. 15 éve. Aha. Szóval Kolozsvár? Kolozsvár. És akkor beültünk az autóba, és közben én intéztem a fuvart Kolozsvárról a határra, meg hogy valaki eljön értem a határra. És kinézek az autóból, és látom, hogy megyünk Bukarestbe. És kérdezem, hogy miért erre jövünk? És mondták, hogy hát erre jobb az út. Hát gondoltam, hogy biztos valami kerülő van, nem tudom. És megint kinézek 20 perc múlva, és megint még mindig csak Bukarest. És akkor rájöttem, hogy basszus, engem elvisznek most Bukarestbe, és közben kurva szar idő volt, köd volt, esett, és mondom nekik, hogy el se fogom érni a gépet, de, mert később fog indulni a gépen, nem tud felszállni, de mondom, az, hogy be kell csekkolni, az mindegy, hogy mikor indul a gép, nem fogom tudni ezt megcsinálni. És hát 5 perccel a gép indulása után
értünk oda, reptérre. És akkor nem szeretem elmesélni ezt a történetet, mert méltatlan az egész. Nem csak a miattatok, hanem az egész. És akkor ott ültem a reptéren, most mi a fasz csináljunk? Mondom nekik, hogy nézzétek meg, hogy van-e még ma gép. És írassuk át a jegyet. És elmegy az egyik, látom, hogy ott a nagy tábla előtt áll, visszajön, és azt mondja, hogy nézz 1322. Mondom, figyelj, ne a járatszámot mond nekem, hanem az időpontot. Azt mondja, hogy de hát ő sose járt itt. Ő nem tudja, hogy ott az a tábla, az micsoda. Mondom, figyelj, visszamész, megnézed az időpontot, és akkor többet tudunk. Akkor megint elment, meg visszajött, mondta, hogy van egy este 6-kor. Mondom, akkor írassátok át a jegyet. Elmegy, visszajön, és azt mondja, ez vasárnap délután volt, azt mondja, hogy hát a következő járat, amire van hely, az kedden van. És akkor ott rájöttem, hogy én most innen sehova. Akkor eldobtam mindent, ami a kezemben volt, és mondom nekik, hogy akkor most mi van? Hát most visszavisznek Csíkba, és holnap elvisznek Kolozsvárra, vagy a határra. Hát mondom, ezt miért nem lehetett megcsinálni ma? Na mindegy. Mondom, figyelj, mondom, én vissza nem megyek most még 5 órát Csíkszeredába. Egy gyógyszert nem adtak, semmit. Azt mondták, hogy nincs gyógyszer. Mondom, fájdalomcsillapító? Nincs. Mondom, figyelj, akkor menj oda a telefonhoz, és hív fel a vasútállomás, hogy van-e vonat, mert akkor én visszamegyek vonattal. Azt mondja, hogy hát itt nem lehet fölhívni a vonatállomást. Mondom, figyelj, ne szórakozz vele, akkor már nagyon érdekes voltam. Mondom, figyelj, odamész a telefonhoz, fölveszed, betárcsázod, és fölhívod. És tényleg elment, fölhívta, és mondja, hogy van egy este 7-kor ma. Mondom, akkor most vigyetek el légy szíves a vasútállomásra. Azt mondják, ők nem tudnak oda elvinni, mert sose voltak ott. Istenem. Mondom neki, mi van? Megmondom különben, és akkor a pénzzel most hogy mi van? Ezt nem adtok? Azt mondja, hogy hát figyelj, Palota, amit tegnap műveltél, azért nem jár semmi pénz. Mondom, mi van? Hát, hogy csak 2 órát játszottam, és nem reggelig. De mondom, nem láttad, hogy miben vagyok? És amint hallották, hogy én valakivel beszélek, a feleségem barátja, egy francia fiú ott élt akkor Bukarestbe, és fölhívtam, és amint hallották, hogy én intézek valamit, vagy valakivel beszélek, szó nélkül ott hagytak. És leléptek. Úgyhogy nem adtak egy forintot se, nem vittek el sehova, elvittek a reptérre, ott hagytak úgy, ahogy nem tudtam menni. És akkor ez a francia barátom odajött, 4 órán belül ott volt, beragadt az autóba, kivitt az állomásra, megvette a jegyemet, odatolt a benne állt már a vonat, fölrakott, befeküdtem egy kusetba, és elindult a vonat. És így gondoltam, hogy basszus, hogyha én a 2 székely legénnyel nekiállok keresni Bukarestből az állomást, még azt se érem el. Tehát végül is ez így volt szerencsés, hogy így legalább hazajutottam. De neked ebből maradt egy kicsit ilyen ellenszenved? Nem nekem. Feleségem, amikor megérkeztem Budapestre, azt mondta, hogy te soha többet nem mész Romániába. Ja. És tényleg akkor elég sokáig nem jöttem. Nem is jöttél. De aztán hát azóta voltam Csíkba is többször. Ja, ja. Megmondták, hogy Gyergyóban nem jártál még soha. Hogy? Gyergyóban nem jártál még soha. Szerintem voltam. Voltál? Vagy Kézdi, nem is tudom, valahol. Kézdi Vásárhelyen? Csíkba voltam többször is még az elején. Hogy tetszik, itt az itteni vidék? Hogy? Az itteni vidék, hogy tetszik? Hát figyelj, mi ide jártunk csodálkozni. Aha. És most is, én a múlt hét végén Kecskemét környékén voltam, ahol már zöld nincs.
Aha. Csak sárga, minden kiszáradva, a fű is jó, sárga, nyilván minden. Itt is így nézett ki nagyon hosszú ideig. Most náluk meg is átjövök, a száj és volt. Itt minden zöld. Náluk is a száj volt, ne aggódj, náluk is ugyanígy nézett ki. Igen, de még zöld a fű. Ja, most megint zöld a fű, úgy mondom inkább. Tehát itt is sárga. Itt is csúnya volt egy időszak. De itt ezen a környéken, ahogy jöttünk Vásárhelytől, mintha minden rendben lenne. De egyébként többen mondják, amikor hallanak játszani, hogy azt mondják, hogy Balotai, ez most olyan, mintha minden rendben lenne. Ez egy gyönyörű szép végszó. Köszönöm szépen. Legyen minden rendben ma este is akkor. Játsz ma úgy nekünk, hogy minden rendben legyen. Köszönöm szépen, hogy rám szántad az idődet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Szervusz és jó bújt estére. Nekem is.